Évtizedek óta dolgozik a közlekedés biztonságra nevelésért a Széchenyi István Katolikus Általános Iskolában Nagy István. A területen végzett kiemelkedő munkáját ezüst érdeméremmel ismerte el az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága. Az a tevékenység valamikor a 90-es évek közepén indult el. Annak idején Szovjár Jánosné igazgató kolléganő kérte fel először Szabó János kollégát, hogy szakkör keretében foglalkozzon a közlekedési ismeretek átadásával a gyerekek részére. Ez el is indult, és igazából véve ennek a úgymond kicsúcsosodása, fénypontja az a 2000-es évek elejétől kezdődött meg, amikortól mondhatom, hogy ugye 2001-től én ennek az iskolának igazgatója voltam, vezetője voltam 18 éven keresztül, és szívügyemnek tekintettem, hogy ezt a tevékenységet én segítsem, illetve az oktatás feltételeit biztosítsam. Mondhatom azt, hogy a 2000-es évektől kezdődően komoly eredményeket ért el iskolánk, és országos bajnokok születtek, megyei bajnokok természetesen, mind a közlekedési ismeretek oktatása, mint pedig a versenyeztetés területén magas szintet értünk el, és az én segítségem is talán benne volt abban, hogy kialakítottunk egy olyan infrastruktúrát, ez felszerelés tekintetében, illetve kerékpár háttér tekintetében megvalósult, amelyet én is segítettem, és gondolom, hogy ezt a tevékenységet is elismerték emlékérmek átadása során. Hozzáteszem, hogy először 2005-ben részesített az OBB, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság elismerésben, ott a porcelán emlékérmet kaptam, meg most pedig 30 éves évfordulója alkalmából pedig az ezüst emlékérem jutalomban részesítettek, elismerésben részesítettek. És azt kell, hogy mondjam, hogy iskolánk kiemelten kezeli magát a közlekedés ismeretek oktatását, hiszen a fenntarthatósági témahét, illetve hogy mi nevezzük a katolikus iskolák tekintetében a teremtésvédelmi témahét, gyakorlatilag az élő rendszerek védelméről szól, legyen ez állat, növény, illetve hát kiemelten az ember védelméről szól, márpedig ha valami, akkor a közlekedési ismeretek oktatása az valóban az emberi életet védi, segíti ennek a folyamatnak a pozitív értelmi megvalósítását és az emberi életvédelmét. Szabó János tanár úr halála után Nagy István vette át az iskolában a közlekedés ismeret oktatását szakkör formájában. Nagyon hosszú évek óta belelátok ebbe a folyamatba, hiszen együtt szerveztük a versenyeket, együtt alakítottuk ki ennek a iskolai hagyományrendszerét, hiszen számomra nagyon fontos volt az, hogy bekerüljünk a közlekedés ismereti versenyek vérkeringésébe, amit, mint már említettem, a 2000-es évektől kezdődően megvalósítottunk. És örömmel mondhatom, hogy amíg a pedagógiai intézet szervezésében volt a közlekedés ismeretek tanulmányi verseny, addig iskolánk rendezte ennek a megyei döntőjét minden évben. Sajnos ez kikerült a pedagógiai intézet, most már POK hatásköréből, de természetesen segítjük ezt a tevékenységet, és a Megyei Balesetmegelőzési Bizottsággal szoros kapcsolatot ápolunk. Közösen alakítottuk ki még annak idején a Maklári Közlekedési Nap, illetve a Füzesabonyi Közlekedési Napnak a megszervezését, és hát bízom benne, hogy ez a tevékenység tovább folytatódhat. Én ennek érdekében dolgozom, szakkör formájában valósítjuk meg ezt a tevékenységet. 2, illetve 3 órában próbálom a gyerekeket ennek fényében úgymond nevelni a közlekedési ismeretekre. Természetesen a jelentkezés függvényében alakul, kezdő, középhaladó és haladó csoport kialakítása történik, illetve hát a 8. osztályosoknak segédmotor vizsgára való előkészítést is szeretnék megvalósítani. A hamarosan induló szakkörön elkezdik majd a felkészülést a tanulás és a gyakorlás mellett a nagy versenyekre is, mint a kiemester kétkeréken és a kerékpáros iskolakupa.